Ismertetném is a kategória végeredményét, mert hamarosan megpróbáljuk fölhívni az évtized legjobb magyar játékosát, mert van egy új kategória is, legközelebb 10 év múlva lesz, könnyen kiszámolható. Ugye a legjobb utánpótláskorú játékos kategóriában, azt elmondom, hogy az első helyezett 7 pontot kapott, a második helyezett 5-öt, a harmadik pedig 3 pontot, amikor bejöttek a szavazatok. Ugye értelemszerűen a legtöbb szavazatot kapó végzett az első helyen. A harmadik helyen Sön Szabolcs végzett, az MTK játékos a 35 ponttal. A második Balogh Botond, a Parma tehetsége lett 47 ponttal, és az első helyen címvédés következett be, 161 pontot kapott, nincs benne semmi meglepetés, Szoboszlai Dominik. Korrekt a sorrend, Gyuri? Abszolút, nyilván akik szavaztak, pontosan képben voltak. Ami az érdekes, hogy az összetétel, tehát a Dominik elsőségét, ezt tényleg jelen pillanatban nem lehet vitatni, és nem is kell. Inkább alatta érdekes, hogy van egy olyan játékos a második helyen, aki jelenleg az olasz futballban pallírozódik, talán aki itthon keresné, vagy nem is biztos, hogy tudná, hogy honnan indult, merre. Ő egy nagyon nagy lehetőség, hisz már az olasz első osztályban bemutatkozott, tehát a magyar futballnak lehet, hogy jön majd egy újabb olyan játékos külföldről, aki már egy top bajnokságban szerepel, és egyre több játék lehetőséget kap. Úgyhogy ez is reális. És azért érdekes, ugye, mert a harmadik helyezett Sön Szabolcs megjárta ezt az utat, ha jól tudom, és nem hibázok nagyot, hogy nagyon fiatalon külföldre került. Az, hogy miért jött haza, de még mindig nagyon fiatalon, azt nyilván nem lehet tudni. De azért, ami ráragadt azon időszak alatt a külföldi igazi profi futballban, azt most azért az MTK-nál nagyon jól tudja kamatoztatni. Egyre markánsabb és jobb teljesítmény nyújt az NB1-ben. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán az MTK-nak az egyik legmeghatározóbb játékosa. Úgyhogy ilyen tekintetben abszolút jó és reálisnak tartom ezt a sorrendet és a szavazást. Lesznek vendégeink a virtuális térből, és azért nem mindenki otthonról fog bekapcsolódni a beszélgetésbe. Ugye az előbb említettem, hogy van az évtized játékosa kategória is, ez először lett meghirdetve. Ugye azt vettük alapul, hogy 2010. januárjától nyújtott teljesítményekről kellett szavazniuk a kollégáknak. Itt a harmadik helyen Szalai Ádám végzett. Most a klub csapatain nem rohannék végig, mert láttam már a nyertesünket, hogy adásban van. Tehát Szalai Ádám végzett a harmadik helyen 49 ponttal. A második helyezett Király Gábor lett, aki ugye ötször nyerte meg már az aranylabda kategóriát. Ő 57 pontot kapott, és hatalmas fölénnyel végzett az első helyen 140 ponttal Gera Zoltán. Úgyhogy mindjárt, ha a technika is engedi, akkor tudjuk kapcsolni a Zolit, akinek innen is nagyon-nagyon gratulálunk a diadalához, és köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, ugyanis, vagy állt, mert ő telkiben van az utánpótlás válogatott edzőtáborában, de a többieket majd mondja elő, hogyha a Géza jártat, hogy tudunk beszélni, kapcsolódik. Gyuri, a listáról a véleményedet légy, hogy szíves. Hát igen, talán lehetett a legnehezebb a szavazóknak, mert itt elég jó kínálat volt, hál' Istennek, azért az elmúlt 10 év nem szűkölködött olyan labdarúgókban, akik komoly nyugati klubokban is pályafutás. Tehát ő olyan évtizedet futottak be, de ez a sorrend, az első hely, az azt gondolom elvitathatatlan, nem azért, és gratulálok, hanem azért, mert ugye nemzetközi kupadöntőig vezettél egy angol csapatot, két nagyon komoly angol klubnak vagy a legendája, meg egy magyarnak, úgyhogy abszolút úgy érzem, hogy ez most elvitathatatlan. Itt inkább a második, harmadik, vagy akár negyedik, ötödik helyén lehetett volna még hatalmas verseny, mert
mert hát ugye nincs a dárdaipari a listán, nincs a Stecs, cső, a Gyugyákot nem látom, úgyhogy itt most a bőség zavara volt, hál' Istennek, adja a jó Isten, hogy a következő 10 évben is ilyen karakterű, ilyen tudású labdarúgók legyenek a listán majd, mert akkor elég szép évtized elé nézünk. Úgyhogy még egyszer gratulálok Zolikám ehhez a titulushoz. Én is gratulálok, Zoli. És ha minden igaz, akkor ugye kapcsolatban vagy már velünk. Zoli, a végeredményt te se tudod pontosan, gyorsan elmondanám neked is, mert szerintem akkor még nem voltál kapcsolatban pontosan. A harmadik helyen Szalai Ádám végzett 49 ponttal az évtized játékosa kategóriában. Az első helyezett 7 pontot kapott, a második 5-öt, a harmadikot, ahogy jött az újságíróktól a szavazat, dömping. A második helyen Király Gábor végzett, aki 57 pontot kapott és 5-szörös aranylabda győztes volt már. Az első helyethez pedig 140 pontot kaptál, amihez tiszta szívből gratulálok, és ugye még az adás elején említettem, hogy te is nyerted már 2-szer a magyar aranylabdát, úgyhogy gratulálok, Zoli! Én arra lennék kíváncsi, hogy melyik csapatot tennéd első helyre a karrieredben, tehát ahol játszottál csapatokban, melyik volt a legjobb? Egy konkrét, mondjuk ő. Minden csapatomnak megvan a hozzáfűzött korszaka, és természetesen nem mehetek el a kezdetektől a Harkányba, ahol visszafogadtak, amikor mondhatom úgy, hogy 16 éves koromban, amikor újra kezdtem a futballt, akkor tényleg visszafogadtak ott, ahol sokan már lemondtak rólam. Úgyhogy az időszak is nagyon-nagyon meghatározó, hiszen hogyha ott nem kezdtem volna újra futballt, akkor lehet, hogy el sem jutok idáig, és hát a Pincsi évek is különlegesek voltak, hiszen nagyon kezdetben voltam. Ferencváros, hát ott lettem, befutott játékos, ott lettem, és Rondeli csapataim, Vertron pedig és a Kulem, mind a két csapatnál, ugye a Kul, illetve magam, nagyon sokat kaptam. Úgyhogy nem tudnék egyetlen kiemelni, hogy ott éreztem a legjobban, meg azzal talán megsértenék másokat, de mondom még egyszer, a legfontosabb az, hogy mindenhol kaptam nagyon-nagyon sokat, és ezek nélkül, a fogok nélkül, az élet nélkül nem tudottam volna, hogy ezt a belemelni. Mindenhol nagyon jól éreztem magam, mindenhol, ahol visszamegyek, szívesen látnak, vagy várnak. Azt mondtad, hogy bárhová szívesen visszamennél, nagyon sok örömet jelentett neked. Én a magam élményét szeretném kiemelni kettőt. Az egyik ugye az a, hát gyakorlatilag ezzel nem lehet éredni, az az Európa Liga. Ott valami olyan elképesztő sorozat volt, hogy felfoghatatlan az az eredmény, amit ott összehozott a csapat. És nekem egy ilyen másik nagyon személyes élményem az az volt, amikor angol nyelven néztem egy mérkőzést, és öröngött a speaker a Zolinak a megmozdulásain. Az olyan büszkeséggel töltött el, hogy nekem, számomra egy külföldi ember hatalmas eufóriában van, hogy a magyar játékos miket művel a pályán. Na ez az, amiket meg mi kaptunk, szurkolók tőled, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm a kedvességeteket, tehát igen, a futball szurkolókról szól, arról, hogy büszkévé tegyük a magyarokat, szurkolókat. Szóval ez volt az egyik számomra, az egyik meghatározó pillanatok, amikor magyarként az angol stadionokban nagyon sok magyar láttam.
Gyuri, ha három szóval kellene jellemezned Gerazolit, mit mondanál? Hát először is ő nagyon alázatos labdarúgó volt a született ős tehetsége mellé, amiről az előbb Zoli még nem hallott, amiről beszélgettünk. És ezt a kettőt tehát mérhetetlen alázattal ötvözte, úgyhogy nem véletlen, hogy ahol megfordult ő, ott legenda és közönségkedvenc, úgyhogy le ok a lappal, és hát ez a legjobb helyen van, hogy ezt a magyar fiataloknak átadja. Úgyhogy Zoli, még egyszer nagyon-nagyon gratulálok, nem csak ehhez a 10 évhez, hanem az egészhez. És sok sikert a továbbiakban! Köszönöm, nagyon megtisztelő. Tényleg még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni, aki nem szavaztak, és a természetesen kívánom egy jó értéség játékot számára, volt játékot számára, hogy úgy emlékeznek vissza a pályafutásokra is kerülök valamit elnyomot hagyni. Úgyhogy annak örülök, hogyha már egy kicsit rátérhetek a jövőre, meg a jelenre, hogy látok már nagyon sok miatt. Külföldi csapatok van Magyarországon is, úgyhogy nem bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy a elkövetkezendő ezt évtizedbe nagyon sok büszkeséget fogok a magyar számunkra, hogy ezt kívánok mindenkinek nagyon sok sikert. Gyuri, mi kettőt mondod, az alázatot és az ős tehetséget. Én szeretném mondani az én harmadikomat, az pedig a játékintelligencia. Mit szólsz hozzá? Lehet ez így? És akkor itt van egy csodálatos oklevél. Ezt majd személyesen. Az évtized labdarúgójának, Gera Zoltánnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, és a pályát mostani szakaszában is sok szép élményt kívánunk, és továbbra is szurkolunk neked, mint szakember, mint edző. Hajrá tovább! Szia Zoli! És akkor mennénk tovább a Zoom rögös útjain. Ezt nagyon jól mondta a Géza, hogy 2020 meg 2021 sajnos erről szól. Meetingeket, értekezleteket, sajtótájékoztatókat kénytelen egyébként nem csak a magyar labdarúgás közege tartani. Volt olyan sajtótájékoztató, amit kocsiban kellett néznünk az M7-esen, és nem csak a közvetítés omlott össze, amikor jöttünk haza. Nem mondom meg honnan, mert nem bántásban mondom, hanem a telefonomat is le kellett cserélnem a nagyszerű vírus támadások miatt. Úgyhogy most fogunk megint egyet telefonálni, mégpedig a legjobb magyar edző kategória miatt, mert itt is ugye szavaztak az újságírók. A harmadik helyen Bognár György végzett, aki Budaörsön kezdte 2020-at, majd utána Pakssal tett csodát, ő 44 pontot kapott. A második helyen 2020-ról beszélek, Márton Gábor végzett, aki a ZT és a MOL Fehérvár FC vezetője volt. Ez az én véleményem, nem tudom, de Márton Gábornál ha én szavaztam volna, mert én és az NB1.hu nem szavazunk, mivel látjuk az eredményeket, hogy beérkeznek, és az nem lenne feltétlenül tiszta lelkiismeretünk, hogyha ezek után is még ott belenyúlnánk a szavazatokba. Szóval Márton Gábor a Zalaegerszeggel az első leállás után ugye parádés teljesítménnyel rukkolt elő látványos támadó focival, és az Ete végül maga biztosan bennmaradt. Az első helyen viszont Löw Zsolt végzett, ugye, aki a Paris Saint-Germain másodedzője volt 2020-ban, ugye most már a Chelsea alkalmazásában áll. Ő 84 pontot kapott. Én a Zsolt ellen még fociztam egyébként, amikor a BVSC-ben játszottam, a Fóti úton voltak a meccsek a Cérna pályán. Ő játékosként is nagyon jó volt, Gyuri, te gondolom végig láttad gyakorlatilag, vagy láthattad a pályafutását. Először arról kérdeznélek, hogy a sorrendről mi a véleményed, és utána egy picit a Zsoltról egy-két mondatot. A sorrendet
Mondtátok itt a bevezetőn, hogy na majd most megmondja a tutit. Vagy én nem is tudom, valami ilyesmit. Tehát le kell szögeznem, hogy a Zsolt az szinte a kezeim, és majd megerősíti, hogy talán az első futballcipőt tőlem kapta, ami olyan igazi volt, amikor ott a Megyeri út is alapon rohangált, a labdákat szedte, egész pici, kicsi fiúként. Ebbe az a megdöbbent, hogy ő az évet, nem hogy ő az évedzője, hanem hogy már én ilyen öreg vagyok, hogy az a kisfiú most már az évedzője. Őre visszatérnék. Inkább a második és a harmadik helyezett edző személye végtelenül boldoggá tesz engem. Olyan szempontból, hogy itt az elmúlt években rengeteg vitám volt futballban dolgozó emberekkel, vagy csak szurkolókkal, hogy kit istenítenek, kit fetisizálnak, mint edzőt. És én valami hasonló példákkal rukoltam mindig elő, természetesen mindig lesöpörték az én véleményemet. Tehát gyakorlatilag a Bognár Gyuri személye Magyarországon eddig, tehát egyszerűen érthetetlen módon a köz szurkolók szemében egy ilyen negatív valami volt. Borzasztónak tartom. Ez azért bebizonyította, hogy két viszonylag, és elnézést mind a Budaörs, mind a Paks csapatától, nem sztár csapatból, a saját osztályában egy nagyon pörgő, dinamikus, támadó, látványos csapatot csinált, eredményeset is, hisz a Budaörsöt talán a feljutóhely közelében adta át, a Paksal most szintén szárnyal. Tehát az a futball filozófia számomra végtelenül szimpatikus és végtelenül megnyerő, szerintem méltatlanul eddig, mert most látom, hogy azért ez elismerés. A Márton Gabira pedig ugyanezt tudom mondani. Ha nem nap évről beszélnénk, én ide venném a Zete előtti időszakát, ahol egy botladozó siófokot is nagyon szépen rendbe rakott. Ugye neki most az a kérdés, hogy ugye itt második helyen végzett, és egy sztárcsapatot kapott, ahol most ez a szezon még nem az igazi, de ha hagyják őt dolgozni, akkor az igazi nagy fokmérő majd a jövő évi bajnokság lesz. És én nagyon szurkolok neki, mert szintén nagyon szimpatikus. Én még mindig mind a kettőjükkel nagyon jóban vagyok, a Gyurit elé tenném a második helyre. És hát a Zsolti győzelme, hát az azért nem meglepő, mert egy fiatal magyar edző. Csókollak. Megbeszéltük. Fiatal magyar edző ilyen magaslatokba jusson, még ha nem is vezető edzőként, bár szerintem te csinálod, ha hallgatsz rám rendszeresen, tudod. Mennyit csúszik az adás, jó? Na, Tehát ez meg elvitathatatlan, hogy nyilvánvaló, hogy BL döntőt játszani, ilyen hihetetlen világklasszisokkal dolgozni, aztán most újból. Úgyhogy ez nem vitatható, és számomra mondom, borzasztó nagy boldogság, hogy nem voltál még képes, Zsoltik, amikor arról beszéltünk, hogy mikor nem találtuk el a kaput, te dobáltad vissza még kicsi fiúként, és hogy számomra ez milyen megdöbbentő, hogy most itt értékellek már, mint az év edzőjét, hogy én milyen vén csataló lehetek már. Úgyhogy neked is gratulálom. Most akkor Sziszka, amikor tőled kaptam a kivizúnyó cipőre, amit már használtál, otthon erekeként hallom a cipődet, de fociztam is benne, mert azt mondtam, hogy bizony csak a fele annyi tudás van a cipőt említeni a lábadba, akkor belőlem is nagy játékos lesz, úgyhogy a te régi biztonsági cipődbe edzettem az utánpótlásba. Hát neked volt ilyen szeptációs kis lábad, amire a tetszik, jó volt rám, úgyhogy tényleg legbüszkébb újpesti gyerekem volt, amikor a te cipődbe edzettem, úgyhogy hát sok minden köt össze minket, megmondom őszintén. Hát imádlak, Zsoltika, úgyhogy megnyitják a Szohót, megyek. Jó, na még egyszer nagyon-nagyon gratulálok, és ehhez az új munkához is hihetetlenül szorítunk, mert úgy érzem azért ez is egy óriási, óriási feladat. És azért megragadom itt nagy, mert nincs, ugye a már gondolom azt Lezák Zolit mondta, hogy feltétlen adjam át, hogy tudod, hogy mit üzen, szerintem.
A legjobbakat csak nem idézve. Na, úgyhogy vissza is adom az újságíróknak. Zsolti, gratulálunk még egyszer. Gyorsan ismételném a végeredményt ugye ennek a kategóriának. A Bognár Gyuri 44 pontot kapott. A 7 pontot kapott ugye az első helyezett a voksolásnál, ahogy jöttek be a szavazatot, 5-öt a második és 3-at a harmadik. Márton Gábor 67 pontot kapott, te 84 pontot kaptál. Ugye 2020-as évről beszélünk, és amikor az Atletico Madridon kiesett a bajnokok ligájából, akkor ugye választhattunk, hogy melyik olyan csapatnak szurkolunk, ahol van magyar érdekeltség, és én megmondom a Frankót, hogy azért szurkoltam kiemelten a Paris Saint-Germainnek, hogy amit a Gyuri is mondott, hogy azért ott te igazi világsztárokkal dolgoztál együtt, és most a Chelsea-nél is ugye ez így van. Mennyire emberek ők az emberség értelmében, mert ugye annyit tudunk róluk, hogy rúgják a gólokat, vagy bravúrral védenek, sorozatban játsszák a meccseket, de mennyire partnerek a hétköznapokon? Hát köszönöm szépen, hogy figyelembe kísérték a pályafutásomat, és azt köszönöm a szavazó kollégáknak, hogy rám szavaztak. Azt gondolom, hogy a másik kettő edző kollégója úgy megérdemelte volna, hogy az első helyen álljon, mint ahogy én. Bajnok ligája egy nagyon nagy dolog volt, igen, nekem is hiszem, hogy erre ez nagyon ritkán kitárt meg Bajnok ligája döntőben. Úgyhogy azt gondolom, hogy az én életemben is egy mérföldkő volt, és rengeteg szeretetet kaptam a magyar emberektől, a magyar szurkolóktól, a magyar szakemberektől, volt pályatársakon. Elképesztő mennyiségű szeretet áradt felé van, amire borzasztóan büszke vagyok. Talán egy pontosabb is annál, hogy az emberek szakmai sikerei vannak, tehát pontosabb is annál, hogy most megnyeri a Barabig eldöntőt, vagy nem. Az a szeretet és a tisztelet, ami irányunkban jött és áramlott ezekben az időkben, az elképesztő volt, és egyszerűen visszaadhatatlan, mert szavakban nem nagyon lehet dönteni. Most történt egy változás az én életemben is, nyilvánvalóan a párizsi munkánk véget ért, a párizsi munkásunk, és hát viszonylag egy ilyen, hogy mondjam, egy kommandós jelleggel bedobtak ide minket Londonba. Pár nap alatt kellett eldönteni, hogy vállaljuk-e ezt a hatalmas kihívást, ilyen rövid jelenő után, így bajnokság közben átviszünk egy ekkora klubot, amiben nyilvánvalóan rengeteg lehetőség és potenciál van, de azért megvan ennek a feladatnak is a nehézsége, hiszen azért nem a legszebb időket éljük így a Covid válság miatt. Nyilvánvalóan nincsenek nézők, nincsenek szurkolók, nagyon-nagyon nehéz a mozgás, nem csak Európán kívül, de Európán belül is. Nagyon sok nehézség állhatunk a mai napig, de panaszkodni nem szeretnék nyilvánvaló, azért vállaltuk rá ezt a kihívást, mert egy szenzációs klubról van szó, szenzációs játékos kerettel, és úgy éreztük, hogy passzol hozzánk, passzol a személyiségünkhöz és az edzői filozófiánkhoz az a csapat, és képesek lehetünk együtt valami nagy dolgokat elérni. Azt, hogy melyikkel könnyebb dolgozni, nyilvánvaló a párizsi kalandtán, abban rengeteg sztárral kellett azért a napunknak birkózunk, mondjuk is csinom a idézőjelben, vagy legalábbis rámenni őket, hogy az egyedi gondolkodás egy csapatban gondolkoznak, és csapat szinten fogják gondolkozni és fotolozni. Itt azért azt gondolom, hogy lényegesen könnyebb dolgunk van. Ugye Párizsban azokban hangsúlyozik, hogy kimagasló képesség, nagyon-nagyon drága sztárokat, nagyon-nagyon sok pénzért vásároljanak. Ebben volt a kihívás, hogy ezekből a játékosokból valahogy őket beállítani a sorba, és egy csapatot építeni köréjük. Itt azért azt gondolom, hogy sokkal homogénebb a társaság. Tehát attól függetlenül, hogy nagyon nagy sportbalistáink vannak, itt is a világbajnoktól kezdve, Polkánté, Zsirunát, ugye a legjobb német tehetség, rendkívül jó játékosaink vannak. De mégis homogénebb a társaság, mert azt gondolom, hogy sokkal könnyebb belőlük egy csapatot formálni, sokkal hamarabb szintáltak a elképzeléseinket a pályán, és én azt gondolom, hogy egy újra öröm egy olyan csapattal dolgozni, ahol sokkal jobban és tisztában látjuk kézegyeidet a mérkőzések folyamán. Úgyhogy egyelőre jó úton vagyunk, azt mondom, hogy örömet okoz a munkák, tehát
egy szállodából elindulva reggel 8-kor és este 8-kor visszatérve így dolgozni, de hát nyilvánvalóan az erdői szakma, ezt tudja mindenki is, ő is megért már egy-két állomásért játékosként is, edzőként is, ez ilyen a popszakma, erre szokták mondani, vándorolni kell, vándormadarak vagyunk, nyilvánvalóan az embernek családja van, akkor egy kicsit nehezebb, főleg nekem most már 3 gyerekkel azért a családokra is kell gondolni, akkor ilyen is ilyet meghozott, de egyébként van annyira kecsepet jön volt ez a lehetőség, hogy muszáj volt belevágni. Szinte, szia Zsolt, még nem szólítottalak meg, szinte el sem tudtuk hinni, hogy egy ekkora csapatnál, ismét egy ekkora csapatnál magyar edző, nagyon-nagyon vártam a hivatalos bejelentést. Hol tart most a munka? Minden kérdés tisztázva van-e már? Tudtok-e már csak a munkára koncentrálni? Illetve annyi lenne még a kérdésem, hogy mi a kitűzött cél, az elvárás? Azt mondom, hogy igen, nagyon-nagyon gyorsan történtek az események, látjuk, hogy évek óta egy nagyon-nagyon tudatos és szervezett munka folyik. Amikor megérkeztünk már egyben az edzőközpontban, az volt a benyomásunk. A klub alkalmazottai, akik nyilván ebben a Lucsenek kevesen 50-60-70 embert kellett megismerni, akik mind a mi munkánkat kell segíteni a jövőben, de elképesztő stábá rendelkezés, elképesztő tudásanyag a rendelkezés, amit mind használunk, szeretnénk is használni. Pontosan ezért a videók megkönnyítette, hogy egy ilyen jó szervezet és egy ilyen jó klubhoz érkeztünk. Az már más kérdés, hogy azért ez egy embertelen feladat, hogy csak lezognak téged egy országba, amit kellős közepén, és ott kell hagyni csapathatot párikba, találtok gyerekeket, iskolába, és akkor elindulsz egy viszonylag közös úton, mint a bajnokság közben átment csapattal, de azt mondom, hogy ez segítséget megad abban, hogy tisztában és egyszerűen a komparatívan koncentrálni, és a munkában tudjunk koncentrálni. Úgyhogy az első benyomások az a célokból az elvárás, és már lassan kell megtudni és megérteni azt, hogy meg a kluboknál nincs más elvárás, a lehető legeredményesebb szerepelni, a lehető legjobb szerepelni, nyerni. Szerintem azért megkezdett tulajdonos a pénzét a klubban, és investál ennyi időt és energiát, hogy a kupalavat középmezőnybe rézengen. Kimondott cél, hogy az idei szezonban minél feljebb jutott a tabellán, meg kell próbálni, bármennyire is nagy volt a hátrányunk, odaérni az első 4-ben, vagy ahogy el tudunk volna csak a jövőre. És hát nyilvánvalóan a jelenséges időszakban a bajnokok elhozhatóan tudtak játszani. Még nem tudjuk, hogy hol tudjuk játszani a mérkőzéseket, hogy Spanyolországban lehet-e, Gyakorlában lehet-e, de minden megint velünk mérkőzünk meg a bajnokok elhozhatóan a továbbítás. Úgyhogy van térnek kihívás bőven, de hát nyilvánvalóan a bajnoki címre való esélyeink, hogy jövőre lesznek igazából reálisak, a tisztalapban fordulnak minden csapatnak nulla pontja lesz a bajnokság elején. Úgyhogy ez a pár hónap azért az ismerkedésről fog szólni. Hát az ismerkedés, hogy eredmény kényszer alatt ismerkedés. Mély vízből a még mélyebb vízbe. Valami ilyesmi. Még egy nagyon pici időnk van, Zsoltán, egy gyors kérdés jöhet még, hogyha valaki szeretne, tolmácsoljuk felé akkor. Mi lehetett ez a titok, amit rögtön bevetettek, hogy május 5-én áll a csapat? Tehát rögtön egy döntetlen után már is elkezdtek győzni. Ahogy olvasom a kommenteket, a szurkolók teljesen oda van, kezdik értékelni ezt a dolgot, amit ők csinálnak. A szurkolók kezdik értékelni azt, amit csináltok, mert hogy fantasztikus változást látnak, és már is nagyon jó a pozíciótok. Mi a titok? Mi az, amin csavartatok? Hát például nagyon gyorsan kellett stratégiát, vagy alapján el szeretnénk kezdeni dolgozni, és megpróbálni a játékosokat mindig gyorsabban átadni az információkat, amiről mi azt gondoljuk, hogy fontosak egy ilyen kezdeti, a kezdeti pár hétben. Ugye valamit kell nekünk is
szerintem azért egy rengeteg rá információ játékosok vagy csapattal, hogy visszajára is erre is elsüthet. Féleképpen ezt meg kell minket ismertünk, és pontosan kellett adagolni azokat az információkat, amit azt gondoltunk, hogy hirtelen így rövidban segítségünkre lehetnek. Történt egy szerkezetváltás, nyilvánvaló egy 3D-s játékrendszer, 3D3, 3D1-2, nyilván ki hogy szeretné nevezni. Mindig egy picit csavar, picit variálva, próbáltuk azért a tételemnek egy biztonságot adni, hiszen nagyon sok volt kaptak az előző mérkőzéseken. Ugye ez volt az egyik legfontosabb, hogy stabilizáljuk a csapatnak a védekezését is, hogy lehetőleg egy kevesebb volt kaptak, mert sikerült, hiszen az elmúlt négy mérkőzése egyetlen egyszer találtak a Mátyóval, és egy játékos volt egy öngóllal. Úgyhogy ez sikerült, azt gondolom, hogy most folyamatosan támadó játékokat próbáljuk építeni és erősíteni, hiszen elképesztően nehéz bálkerni volt szeretem Premier Ligába. Ezt tapasztaltuk most már, amikor is egy csapat ellen játszottunk, akkor is egyszerűen ezzel elképesztően megnettük a dolgokat, az utat, amik eljuttunk kapuig. Úgyhogy próbálunk minden a játék minden részletében egy picit előrelépni és javulni. Azt gondolom, hogy tényleg látszik a felőstelen, hogy nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy sokkal hamarabb játék látszik, amit készítjük a csapatjátékát, akár ez Párizsban. Még egy gyorsat. Amikor Weber Gyuri cipőjét annak idején felvette, gondolta volna, hogy José Mourinho elleni győztes mesnek örülhet majd egyszer, úgyhogy ő is edző? Hallottál? Nem, azt sem tudtuk ki az a Mourinho. Azért, mert ott ül a Gyuri veletek, de azért újpesti gyerekként, aki fölnőtt valaki a újpesti Lisztonynál, és 88-89 évesen leigazoltak Újpestet, és a játékosokat tettek a labdától, a Weber Gyuri azt letárt, és hagyd de sorolja a végelőre tovább őket. Volt rengeteg klassz, és akkor 9-10-11 válogatott labdarúgója volt a Budapestnek. És az, hogy én akkor labdát tettem nekik, az, hogy én akkor bementem az öltözőbe, és szívhattam a fotball illatát magamba, ráadásul azt, hogy a megajándékoknak éppen egy cipővel, vagy kaptam egy labdát, ez nekem óriási lökést adott ahhoz, hogy tényleg ennyire elvakulva, és ennyire nagy szerelemmel fordulok a rajongás felé. Úgyhogy ezek a játékosoknak köszönhetem azt, hogy ők megfertőztek a futball minden szeretetével. Sose felejtem el, amikor a Nápoly ellen játszottak nemzetközi mérkőzést, és például Diego Maradonát láthattam élőben, tehát elhoztak egy csomó nagy játékos, nagy sztárt oda, amiről mi gyerekként akkor csak álmodhatunk. Úgyhogy legalább nekem, hogy most José Mourinhoval és José Mourinhoval találkozni. És azt mondom, ezek a kapcsolatok, ezek az emberi kapcsolatok, ezek megmaradnak az ember életében. És az a tisztelet, ami az én irányomra, a Gyuri iránt árat már akkor kicsenekként, és sem nincs a fárunk és kopott. Mai napig kapcsolatban vagyunk, és beszélünk egymással. Úgyhogy bármelyen egy kis minket a gyerekek meghatározó gyerekek voltak a gyerekek. Zoli? Van még kérdés? Gyuri, neked? Nem kérdés, inkább egy jövő utazás. Mert most ott vagy jó helyen, ahol vagy, meg még sokáig hasonló. De egyszer majd az igazi az lenne, a kör úgy zárul, hogy az a mérhetetlen tudás, ami azért ott benned van, meg ragad most még ezekben a hihetetlen klubokban. Hát azért mondom, nem kérdés, mert ilyet nem kérdezünk, hogy mikor jössz haza edzőnek. De egyszer az jó lenne egyesíteni azokat az erőket a szeretett klubunkért, amit már te tudsz, meg azért, akik itthon vannak néhányan is tudnának majd tenni. Tehát ez egy jövőkép, talán majd a következő 2030-as gálán lehetne erről beszélgetni. Tehát azért mondom, hogy ez nem kérdés, hanem egy ilyen remény, hogy... Felnőtt labdarúgóknak valószínűleg nehéz ezt elviselni, vagy ezt látni, hogy a szeretett csapatunk ilyen nehézségeket megy át most már hosszú évek óta, és nem nagyon lehet látni a kiutat, a fejlődést. Nyilvánvalóan próbálunk mindannyian minden szinten azért tenni, hogy a klub újra régi fényében csillogasson, ki így, ki úgy, ki ahogy tud, nyilvánvalóan mindenféle ismerős kapcsolatokkal révén, valaki a saját munkájával, tehát mindenki ahogy éppen
úgy próbál segíteni, én csak azt tudom mondani, mert nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb az Újpestre is rátalál a szerencse, és lesz nekünk is egy olyan komolyan gondolkodó befektetőnk, aki az Újpestet újra európai szintre tudja emelni, és akkor, amikor annyiben szándék megvan, akkor én biztos vagyok benne, hogy a régi nagy újpestiek mind az ügy mögé állnak, és továbbra is mindenki úgy, ahogy tudja, azon a szinten, ahogy tudja, fogja segíteni az Újpestnek a fejlődését. Én jelenleg kintről, otthon vagytok nyilvánvalóan, otthon hatékonyabban tudtok segíteni, de a szívemből beszéltél, én bízom benne, hogy a jövőkép az az lesz, amikor újra a Ferencváros Újpest játszik majd a rangadót az első helyén. Ez így egy jó deal, nem? Ezért ebbe kiegyezhetünk. Fantasztikus dolgot látok most, hogy vannak olyan, korábban is voltak, de most már magyarok is vannak edzők, akiket nagyon szeretnek, akikért rajonganak, és akiknek a karrierjéért szurkolnak a szurkolók. Hát mi így vagyunk ezzel, és nagyon-nagyon kívánom, hogy minél több magyar legyen ott a csúcsfociban, játékosok is egyre többen vannak, és egy nagyon különleges dolog szerintem, hogy edzőnk is van csúcsfociban. Zon. Úgyhogy mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, mert nekünk ez is öröm, és ezért is tudunk szurkolni. És akkor zárszóként mutassuk meg a képet, csak így virtuálisan, mert azért nagyon nagy utazások vannak itt Budapest, London, Telki között, és próbáljuk mutatni úgy, hogy ne nagyon csillogjon. El is juttatjuk. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb személyesen is át tudom majd tenni tőletek valamilyen formában. Úgy lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és további jó munkát a csúcsfociban. Gratulálunk! Köszönöm szépen! Szia Zsolti! Köszönjük szépen! Géza, azt javaslom, haladjunk tovább most eredmény ismertetésekkel, mert elméletileg még lenne egy bejelentkezésünk, hogy a legjobb magyar utánpótláskorú játékos, a legjobb magyar edző és az évtized futbolistája kategória végeredményeit ismertettem már. Jön a magyar labdarúgásért dolgozó legjobb nem magyar állampolgárságú edző kategória eredményének kihirdetése. Erről majd beszélünk később, mert most lenne egy telefon, ha minden igaz. Ugye Mihály Borisz, az MTK vezetőedzője végzett a harmadik helyen 59 ponttal, a második Szerhi Rebrov, a Ferencváros mestere lett 142 ponttal, az első helyen Márko Rosszi végzett 166 ponttal a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányaként. Volt még egy kategória, itt majd lesz egy rövid kis bejátszásunk szintén, ugye a legjobb NB1-es játékos kategóriája, itt a Ferencváros teljes mértékben dominált, a harmadik helyen Sigér Dávid végzett a Fradiból, ugye a középpályáról, a második helyezett Dibusz Dénes lett, Sigér 43, Dibusz 93 pontot kapott, és az első helyen Tokmak Enguen végzett 153 ponttal. És akkor jön a fő kategória, a magyar aranylabda kategória, itt pedig egy bizonyos üzletcsoport csapatának a magyar játékosai taroltak. A harmadik helyen Vili Orbán végzett, az RB Leipzig védője, ő 31 pontot kapott. Gulácsi Péter végzett a második helyen, ugye aki az első két kiírást megnyerte 144 ponttal, a győztes pedig Szoboszlai Dominik lett, aki 152 pontot kapott. És most próbálok egy hívást megereszteni. Ez nem zoomos kapcsolat lesz. Ha minden igaz, utolérem majd Eszterházi Mátyást. Szia Matyi, Simon Zoli vagyok az mb1.hu-tól.
tart éppen a Magyar Aranylabda Gála, és már bejelentésre került, hogy a Dominik végzett az első helyen a legjobb utánpótláskorú játékosok kategóriájában, és a Magyar Aranylabda díjat is ő nyerte meg a sportújságírók szavazatai alapján, amihez ezúton is gratulálunk, és kérnénk majd, hogy tolmácsold a jó kívánságainkat. Az első kérdésem az lenne, hogy hogy van a Dominik, ugye ma jelentek meg nyilatkozatok és hírek azzal kapcsolatban, hogy talán most már javul az állapot és együtt edzett a csapattal, így van-e? Először is köszönjük szépen, köszönöm szépen a nevében is a megtisztelő díjazást. Jobban van, igen, úgy tűnik, hogy a rehabilitáció nagy része, vagy a legnehezebb része az mögötte van már. Reméljük, hogy a következő hetekben tényleg fel tud építeni magát újra a csapattal, és akkor el tud kezdeni játszani. De egyelőre még nem edzett a csapattal, mert nem volt csapatedzés a Lipcsi havazás miatt. Ugye majd jóhatatlanul is eszünkbe jut, hogy a magyar válogatottnak hamarosan mérkőzései lesznek, ugye világbajnoki selejtezők. Mit lehet tudni, bevethető lesz a Dominik ezeken a március végén kezdődő sorozat meccseken? Ezt nem tudom, én nyilván azt gondolom, hogy igen, de nem szeretnék jósolni, mert nem tudom. Azt gondolom, hogy ezeket, hogy igen. Ennek nagyon örülünk. A 2020-as évről szól ugye a szavazás. Mi volt a legemlékezetesebb és legfontosabb mozzanata, mérkőzése ennek az évnek a Dominik pályafutása szempontjából szerinted? Szerencsére volt több is kezdve a bajnokok ligája kijutással, illetve a csoportkörbe jutással, utána nyilván az Izland meccs volt az a highlight az évben, amire szerintem egy életemet emlékezni fog. Úgyhogy talán az volt a legfontosabb pillanat. Ugye az átigazolásával kapcsolatban gyakorlatilag nem is naponta, hanem óránként jelentek meg különböző hírek, és úgy is mondom, hogy híresztelések. Ezt hogy tudtátok kezelni, ugye, mert egy sokkal nagyobb hype lett a sajtó részéről is körülötte, és azért láttunk arra példákat, amikor ez nem pozitívan befolyásolt pályafutásokat. Nézd, mi azért kezeltük jól, mert tudtuk, hogy mi az, amivel foglalkoznunk kell, mi az, ami igaz, mi az, ami nem, mi az, ami igaz, de nem foglalkozunk vele, tehát nyilván mi minden információ birtokában figyeltük a híreket, vagy olvastuk a híreket, úgyhogy emiatt nekünk ez nem volt annyira nehéz. Mit lehet várni 2021-ben, 2022-ben és egy picit tovább, ugye, mert a Lipcse jó csapat, egy újabb mérföldkő, de a középpályán is ugye tele van jó játékosokkal, és ugye lesz harc a csapatba kerülésért minden szinten. Hát így van, de én azt gondolom, hogy az elit futballnak ez a lényege, szóval ez a csapatba kerülésért folytatott harc az, ami fejlődésre sarkalja a játékosokat, és ez a fejlődés iránti vágy, ami a Dominikot is hajtja, úgyhogy most külön célok nincsenek, nyilván minél többet szeretne játszani, de hát első körben most szeretne elkezdeni játszani. Szeretne olyan állapotba kerülni, hogy a lába, ahogy tudjon játszani a lába miatt, úgyhogy szépen apró célok vannak, és reméljük, hogy hosszú távon az újra sikereket fog hozni. De egyelőre csak akkorságban gondolkodunk. Mikor beszéltél vele utoljára, és hogy ugye költözéssel is jár ez a történet, egyedül lesz-e kint, megvan-e már, hogy hol fog lakni, szállodában van-e még, vannak-e új információk, amik segítik ugye a felépülését és majd az edzését, csapatba kerülését? Hála Istennek, decemberben volt időnk az aláírás és karácsony között kiválasztani a lakását, utána be tudtuk rendezni a két ünnep között, úgyhogy úgy érkezett meg már Lipcsébe, hogy
hogy minden adott volt ahhoz, hogy normálisan tudjon élni, hogy ne kelljen szállodában lapnia. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát. Matyi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Mielőbbi és teljes felépülést kívánunk a Dominiknak, és mindkettőtöknek ugyanolyan sikert 2021-ben, és majd a további években is, mint 2020-ban volt. Köszönjük szépen, és mindent csak köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönjük szépen, szervusz, szia! Nagyon szépen köszönjük. Hát akkor tényleg körbeutaztuk már szépen itt Eszterházi Matyi, honnan jelentkezett be? Voltunk már Terpkén, Londonban. Eszterházi Mátyás? Azt nem mondhatom meg, hogy itthon van. Beszéltetek arról, hogy ha jól tudom, most a hétvégén vasárnap jönnek is ide, ugye? Liverpool-lal fognak játszani? Bejelentésre került, igen. Azért ez egy fantasztikus dolog. Igen, akkreditációt is jó lenne intézni a mérkőzésre. Sokkal jobb lenne, hogyha lehetnének nézők a meccsen, mint minden egyes... Től már nagyon ki vagyunk. Minden egyes olyan találkozó, ami zárt kapuk előtt kerül megrendezésre, az számomra borzalmas. Ugye a Zsolt és a Gyuri Újpesten nőttek fel, én velük szembe Óbudán, de mind a ketten most ugye a Zsolt már nincs itt, nem tudná megerősíteni. Nagyon szeretjük a szurkolást, a szurkolókat, jóba vagyunk szurkolói csoportok tagjaival is. És amikor megyek egy mérkőzésre tudósítani, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy minden akkreditációs kérelmemet elfogadták, és az egészségügyi vizsgálataim is olyan eredményeket produkáltak, le is kopogom 2020-ban végig és eddig, hogy mehettem a meccsekre, de tehát az egy borzalmas élmény, amikor így a kihalt városban mész, és látod magad előtt, a lelki szemeid előtt, hogy ott lehetnének a barátaid, abban a sörözőben ennek a csapatnak a szurkolói vannak, arról a villamosról egy másik gárdának a hívei szállhatnának le, és így a meccsek pedig, tehát tényleg olyan dolgokat lehet hallani találkozók közben, amiket szerintem már nem kellene ott hallani a stadionban sem nekünk, és ezzel egy picit a munkám ellen beszélek, mert azért a háttérinformációk jól jönnek. Nyilván ezért is van közönséghanga a mérkőzések közvetítésén, de olyan, mintha, néha olyan, mintha egy krematóriumban lennénk. Gyuri, nem tudom, te szereted a nézők nélküli meccseket? Szerettem-e, vagy szeretem? Szeretted-e, szerettem-e? Hát, hál' Istennek én nem játszottam nézők nélküli mérkőzést emlékeim szerint. A skacok hogy vannak vele? Nekik mennyire fontos? Tehát, bocsánat, még befejezném, tehát hogy gyakorlatilag amikor minket eltiltottak a Megyeri útról a szurkolói rendbontás miatt, másik stadionban, de nézők előtt játszhattunk, tehát most ez nem az miatt van ez a helyzet. Hát ez borzasztó lehet, de el is tudom képzelni, tehát én nem tudom elképzelni, mert hát engem lelőttek volna annak idején egy üres stadionban, mert az én hangom még akkor is kihallatszódott, amikor nézők voltak. Tehát nem igazán lett volna szerencsés, teljesen hangulattalan. Egyszer volt ez egy tudatos felmérés volt, hogy ezek a top ligákban azért nincs rossz mérkőzés, mert ott még a rossz paszt is 30-40 ezer ember vagy morajlik, vagy fütyül, vagy tapsol. Mondjuk a Zsoltra visszatartott, gyakorlatilag a Premier Ligában akármit csinálsz, azt elismerik a pályán. Tehát gyakorlatilag ott még a rossz mérkőzés is tévén, hát jó. Itthon pedig még a nagyon jó meccset is nagyon nehéz néhány ezernél, tehát elengedhetetlen hát szurkolókért van a futball, úgyhogy ez egy borzalmas helyzet. Egyelőre viszont örüljünk, hogy egyáltalán így megy a szezon, mert az még borzalmasabb volt, mikor semmi nem történt. Hát most hétvégén gyakorlatilag egészen biztosan teltház lenne, tehát hogyha lehetnének nézők, már ott tartanák, akkor egészen biztosan az, hogy a magyar játékosokkal felálló Lipcse, illetve a világverő Liverpool itt van, az tuti egy hatalmas közönség siker lenne, de azért, hogy
ne csak a negatív részéről beszéljünk, azért valamennyire már látszik a fény az alagút végén, azért mégiscsak, ahogy mondtad, most már vannak legalább események, tehát én tavaly megőrültem akkor, amikor így csak azt láttam, arról tudtunk híreket adni, hogy törölték, későbbre halasztották. Most legalább valami már óvatosan, okosan, vigyázva egymásra beindult, és azért mégiscsak látszik az alagút végén a fény, azért ez már nem olyan rossz dolog. Zoli, egy kategóriánk van hátra, jól számolok? Nem, mindegyiket bejelentettem már, igen? Még vagyunk egy topmak bejátszással adósok, de amíg az elkészül, azért a Gyurival szaladjunk végig ugye itt a listákon. A magyar labdarúgásért dolgozó legjobb nem magyar állampolgárságú edzők, ugye Boris Hrebrov Rossi lett a sorrend, ugye Marco Rossi végzett az első helyen, Szernyi Hrebrov a második helyen, és Mihály Boris a harmadik helyen az MTK szakvezetője. Nekem nagyon tetszenek az MTK mérkőzései, kim voltam az Újpest ellen, és most igen, azt tudom, hogy neked is tetszett. Tudom, egyébként Simon Krisztián mekkora gólt rúgott, pont így láttuk ott a leláton. Nekem nagyon tetszik az a felfogás, amit az MTK képvisel Borisszal. A Hrebrovnak nagyon jó tudása van, a Marco Rossinak is, de ez a sorrend, de a valós sorrend, és ha egy picit megcserélnénk őket, mondjuk, hogy a Boris lenne a Fradinál, a Rossi az MTK-nál és a Rebro a válogatottnál, ezt el tudod-e képzelni, hogy más sorrend lenne, más játékok, más rendszerek? A második felére majd második felében válaszolnék. Tehát ami most történt, az első hely azért reális és úgy gondolom elvitathatatlan, mert a Marco, nagyon jó viszonyban vagyok vele, úgyhogy azért merem mondani, amikor találkozunk mérkőzéseken, hogy ő nem a magyar válogatottal tette le a névjegyét, hanem a Kispest Honvéd a bajnokságot nyert. Nem vártan, tehát talán nem is a legerősebb akkori kerettel, volt náluk erősebb magyar csapat, egy borzasztó szerhát olaszokra jellemző szervezettséggel, de jó futballal is, tehát igazából ő akkor vágyazta meg szerintem a mostani sikereinek a meleg ágyát. Ugye elment utána Szerdahelyre, ott is jól szerepel. Ez a haba tortán, ez tette föl az íra a pontot, hogy a magyar válogatottat ilyen szinten össze tudta rakni. Véleményem szerint nagyon eltalálta, és nagyon jó kohézióban dolgozik azzal a 20-25 emberrel, akiket ő használ. És működik az a rendszer, ami Magyarországon mostanában azért nem nagyon volt divat. Ez az olasz iskola tulajdonképpen a három belső svédős dolog. Úgyhogy ezt az egész munkásságát úgy érzem, amit ott itt van, megérdemelt. A másik két úriember, a Boris ugye szintén itt van régebb volt, az utánpótlányban dolgozott. Tehát gyakorlatilag ő is sokat tett már a magyar futballért, és most klubszinten pontosan illeszkedik az MTK filozófiájához, hogy nagyon bátran nyúl, nagyon-nagyon fiatal játékosokhoz. Ők is felvállalják azt, amit ők magukénak vallanak. Nem alkalmazkodnak nagyon, vagy nem tudnak, mint a hétvégén. Kicsit örüljünk már. És gyakorlatilag én ezért őt elé tenném, ugye itt a beszélgetés elején egy másfél órával mondtam, hogy sok vitán volt már ilyen szavazások. Pontosan ezért biztos, hogy óriási tudású edző a Hrebrov. Hiszen a Bajnokok Ligája főtáblára felkerülni, az is magában egy nagyon nagy dolog. Ezt az idei bajnokságot is, mert ezt ki kell mondani, hát ezt már megnyerte ismét a Ferencváros. És még a kupában is ott, tehát gyakorlatilag a rendelkezésére álló legjobb anyagot legjobbá is teszi. Ez azért a top futballban is előtt, és Zsoltika lehetett volna a legjobb példa elmondani, hogy előttük kibíbelődtek a Paris Saint-Germain-nel, vagy a Chelsea-be milyen zseniális edzők nem tudtak olyan eredményt elérni, mint ami a kerethez, meg a anyagi lehetőségekhez mérten esetleg elvárható lett volna.
Tehát én ilyen szemszögből szoktam nézni, nem elvitatva, tehát kihozta a maximumot, és akkor itt lenne az a jó kérdés, hogy mit csinálna a Rebro, mondjuk, most a legdurvábbat mondom, Újpesten. Így, ahogy most van az Újpest. Tehát azért nagyon érdekesek ezek a szavazások. Tehát én itt megfordítanám, és a Rebrov csak bronzérmes lenne minden elismerésem mellett, de azt gondolom, hogy ez nem egy teljesen elrugaszkodott vélemény, mert van némi alapja. Nagyon sokan egyébként osztották azt az álláspontot, hogy Rebrov a legjobb. Ez volt az egyik kategória, amelyik a legszorosabb volt. Tehát minimális volt a különbség, a másik az aranylabdánál volt, ami ennyire szoros volt, de itt két nagyon-nagyon kiemelkedő. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy mit nem ért el a Rebrov, amit még esetleg elérhetett volna. Nagyon szoros volt. Néhány pont választotta el a két edzőt. Azért mondom, hogy ez mondjuk ízlések és pofonok, tehát tényleg ugye lehet fókuszálni. Hogy, és megint más egyébként, nagyon érdekes, tehát a klubfutballban edzősködni, és a válogatottnál. Nagyon sok olyan szövetségi kapitányt tudnék mondani, aki nem tud sikeres lenni klubedzőként, és fordítva is, hogy nagyon sikeres klubedzők nem tudnak a válogatottnál elérni sikereket, mert azért elég eltérő feladat, és azért mondom, hogy tulajdonképpen az első és a harmadik helyezett valamilyen szinten mind a két helyen letett. Úgyhogy én csak ezért mondom, természetesen óriási eredményt hozott a Rebrov a Fradival a magyar futballnak, hogy nem csak BL, volt itt már Európa Liga, és jövőre újfent neki ugaszkodhatnak, ami mind a magyar futballnak a ázsióját emeli. Ez nem jó, hogy a bajnokságot ennyivel vezetik, mert egy kicsit így érdektelenné válik, hát teljesen érdektelenné válik a bajnoki címért való harc. Innentől a magyar bajnoksága azon lesz izgalmas, hogy ki esik ki, vagy kik esnek ki. Jöhetünk-e a filmmel, Zoli, mert ugye van még egy kis bejátszónk, ha már Rebrovról beszéltünk, jöhet-e akkor Tokmak köszöntése? Persze jöhet, és utána beszélünk erről is. Örülök ennek a díjnak. Az, hogy egy ilyen elismerésben részesülhettem, az azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban jó munkát végeztünk én is és a csapat is. Nem bánom, hogy így alakult a szavazás. Ugyanakkor ez egy szubjektív dolog. Lehet, hogy másoknál nem én lettem volna a díjazott. I don't really mind this. Korábban a ligákban, ahol játszottam, ehhez hasonló elismerésben nem részesültem. A klubon belüli, a játékosok által megszavazott díjakat nyertem már korábban. Az egyetlen célom 2021-ben nem más, mint hogy folytassam a csapattal az eddigi kemény munkát, azt, ami sikerre vezetett minket. A lényeg, hogy ugyanúgy dolgozzunk, ahogy az elmúlt két sikeres évünkben is tettük. Mindig a következő feladatunkra koncentrálunk. Ez a legfontosabb. Annyit elmondok, hogy a Gyuri most látta a felvételt először, de a Tokmak is mondta, hogy a szavazás szubjektív, ugyanúgy, ahogy az előtte ezt említetted. Ugye itt most a legjobb NB1-es játékos kategóriáról van szó, ahol Sigér Dávid lett a bronzérmes, Dibusz Dénes lett a második, és Tokmak nyert. Gyuri, melyikünk hiányát érezné meg a leginkább a Fradi? Most pedig ide utalok vissza egy pár tíz perccel ezelőtti dologra, hogy a Gera Zolival kapcsolatban, hogy mi kell, tehetség, karakter, szorgalom. Sigér Dávid fiatal játékosként a kezem alatt volt, Debrecenből kaptuk kölcsön a Mezőkövest, akkor jutottunk fel az NB1-be, és néhány debreceni fiatal játékost kölcsön kaptunk. És meg kell mondjam őszintén, hogy az egész szezonban a Dávid szerintem összesen 18 percet játszott. Arra emlékszem konkrétan, hogy egy Fehérvár elleni meccsen, és nem többet talán, tehát egyszer kapott egy speciális feladatot, meg egyszer-egyszer, majd hogy nem időhúzó cseréként állt be. Viszont már akkor
egyértelmű volt, ha valamire viszi, már pedig most már el lehet mondani, hogy már most nagyon sokra vitte, az a hihetetlen alázat és szorgalom. Tehát elképesztő volt az a, akkor kisrác, hogy őt nem érdekelte, hogy kispados, nem nevezzük a keretbe, beáll egy percre, ő hétfőtől szombatig zokszott. Tehát akkor az a minta példány, aki mindent annak rendelt alá, hogy futballista legyen, jó futballista legyen, és remélem nem haragszik rám, hogy én akkor nagyon keveset játszottam, de biztos vagyok benne, hogy akkor még nem volt olyan szinten, viszont kellett neki az is. És lám-lám, a Ferencváros meg a magyar válogatott egyik meghatározó játékosa, úgyhogy őre nem mondom, hogy az én kezeim között pallérozódott, hanem ő pontosan lelkileg, meg mentálisan erősödött abban az időszakban, mert még utána is, még csak azt hiszem Balmazújvárosba került el. Tehát utána egy hihetetlen nagy ugrással, és nagyon-nagyon gyorsan illeszkedett be a Ferencvárosba, és ez is egy borzasztó feladat egyébként. Tehát ez rengeteg-rengeteg nála, sokkal nagyobb tehetséggel bíró játékos vérzettel, akár a Ferencvárosban, vagy mondhatom még a jó Újpestet, mert egyszerűen nem bírták el azt a fajta teljesítménykényszert. Úgyhogy nálam megelőzi a Dibuszt, mert őt tudjuk, hogy egy remek kapus, évek óta csapatkapitánya a Ferencvárosnak, tehát tőle el is várható. Tehát a Dávid pontosan ennek a prototípusa, hogy hihetetlen, hogy milyen szorgalom alázattal, és ez most már párosul olyan dolgokkal, a hétvégi gólpassza, hogy öröm nézni néha a játékát, vagy a lőtt góljai. Úgyhogy ez megint egy olyan történet, hogy ő teljes joggal került fel. A Tokmak meg hát ugye gyakorlatilag a szárnyaló Fradiban is szárnyalt, tehát nem lehet vitatkozni, hogy sokan szavaztak rá. Nehéz lenne bárkit elővenni, akit elé lehetne rakni, mert azért a nemzetközi porondon is folyamatosan jól teljesített, úgyhogy reálisnak tartom a győzelmét. Jól tette, hogy marad a Ferencvárosban? Ugye a legtutibb hír az volt, hogy Belgiumba igazolhat. Most ugye a labdarúgásban is kell beszélni az anyagi részről, mert azért a játékosoknak, ahogy a Cica is mondta, azért ugye ez megélhet, és Löw Zsolt, csak ugye régóta ismerjük, és ez a beceneve. De a belga élvonal és a magyar élvonal között, ahogy én tudom így fizetésekben, azért már nem feltétlenül minden csapatnál a belgák vannak az élen, és őt ugye hívták oda, de maradt a Fradiban. Ezt gondolom az NB1-nek és a Fradinak jó, de neki hosszabb távon ez jobb lehet-e? Hát így, ahogy mondod, most már hál' Istennek néhány csapatunk versenyképes a belga, holland, akár német Bundesliga 2 szintjével, és ez ugye a magyar futballt emeli egyre feljebb, hogyha ez így folytatódik. Én szerintem jó döntést hozott, Antwerpenről volt szó, ha jól tudom. Én azt gondolom, összeengednék a két csapatot, a Ferencváros jutna tovább. Egy népszerű belga klubról van szó, de a Fradi meg még népszerűbb. Egész biztos, hogy jövőre is a legmagasabb európai kupa porondon fognak versengeni. Tehát ilyen szempontból még nagyobb kiugrási lehetőség neki a Ferencvárosból. Tehát engem meglepett volna, mert ez nem lett volna szerintem nagy ugrás, nem, sőt, azt gondolom, hogy visszalépés lett volna neki. A bajnokság sem hiszem, hogy sokkal erősebb, mert a belga bajnokság 4-5 nagyon jó csapatból áll, és utána egy borzasztó erős masszából, tehát akik azért gyűrik a futballt. Úgyhogy én azt gondolom, jó döntést hozott, hogy itt maradt. Ugye ami érdekesség, a legjobb NB1-es kategória végeredményében és a magyar aranylabda végeredményében, hogy kapus végzett a második helyen. Ugye az NB1-eseknél Dibusz Dénes, az aranylabda fő kategóriában Gulácsi Péter.
ott Vili Orbán lett a harmadik, hogy mondtam, az aranylabdában 31 ponttal, Gulácsi Péter 144 pontot kapott, és Szoboszlai Dominik 152 pontot, és ahogy érkeztek be a szavazatok, elgondolkoztam azon sokszor, hogy lehet, hogy a Gulácsi Peti megelőzi a Szoboszlai Dominikát, ugye a Lipcse tovább jutott a nemzetközi porondon, és a erősebb Bundesligában, a német Bundesligában is ugye maradandót alkotott, igaz, nem lett bajnok, mint a Lipcse, és Gulácsi Péter nélkül szerintem a Lipcse menetelése elképzelhetetlen lett volna, ugye a posztjából adódóan is. Az a Salzburg, amelyik 2020-ban játszott Szoboszlai Dominik nélkül, mennyivel lett volna gyengébb? Ugye mondhatod, hogy megijedtél, vagy megdöbbentél. Ez egy picit azért megelőlegezett győzelem a Dominiknak a felnőtt mezőnyben, és gyakorlatilag most neki egy borzasztó nagy súlyban a vállán, mert ő most egy olyan karrier küszöbén állhat, amint mint a Gera Zolié volt, vagy egy nagyobb ugrással, tehát ilyen tétári szintű dolog előtt állunk, ami valljuk be azért világviszonylatban sem semmi volt, és ez nagyon nyomhatja őt, de ő egy nagyon karakteres fickó, úgyhogy nem fogja. És én azt gondolom, hogy itt van megint szubjektív-objektív, tehát gyakorlatilag mindannyian, vagy újságírók futballban, tehát egy olyan előlegezett, belévetett bizalom, hogy ő bizony világklasszis labdarúgó lesz, és full top csapatban fog. Egyébként akartam a Matyitól kérdni, de nem akartam beleszólni az átigazolással kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag ezt úgy érzem, hogy a Gulácsi, így ahogy mondod, ezek alapján megérdemelte jobban igazán, de itt megint egy momentum csak, ugye az Izlandnak lőtt gólja. Hát most ez visz mindent, tehát erről nincs mit beszélni, úgyhogy jól van ez így, ahogy van. Mindannyiuknak van még jó sok év Gulácsi kapuban, még bőven tud védeni, és bőven lehet még ő is ötszörös aranylabdás a Szoboszlai Román beszélve. A Vili Orbán viszont meglep. Őszinte leszek, meglep, mert nem tudom mi alapján szavaztak magyar újságírókra. Oké, hogy a magyar válogatottban szerepel, de sérült is volt sokat ebben a szezonban, nem annyira full alapembere, illetve most megint, hál' Istennek, de azért ez a, tehát 2020-ról beszélünk, a sérülése miatt azért egy kicsit olyan hektikus volt a szezonja, tehát oda lehet, hogy találhattunk volna mást az érmesnek. Én őszinte leszek, hogy a Matyitól nem tudták kérdezni, ne haragudj érte, próbáltam keresni a szemkontaktot, csak tudom, hogy hol van, és mennyi időt, és egyébként áldozatot hozva szakított ránk, úgyhogy ezért köszönöm neki, még egyszer kiemeltem. Ugye az NB1.hu nem szavaz, mert látjuk a szavazatot, ahogy beérkeznek, és ez befolyásoló tényező lehetett volna, nálam a Gulácsi Peti lett volna az első helyen, pont ahogy így a felvezetőben mondtam. A Dominiket a második helyre tettem volna, de ugye a gól miatt járunk a mérkőzésre, az a nagyobb katarzis. Sokkal jobban szeretem, hogy az Ete Paks 4-4 lett egy olyan meccsen, mintha 0-0 lett volna. Én viszont a harmadik helyre, és egyébként az utánpótlás kategóriában is Szalai Attilát tettem volna, mert elképesztő fejlődésen ment keresztül, bekerült ugye a köztudatba, és én írtam arról cikkeket már a nyáron, hogy fontos lépcsőfoka lesz az Marco Rossinak, hogy a három belső védőből ugye megtalálja azt, aki stabilan, ballábasként a védelem baloldali részében tud futballozni, bedobta a mély vízbe, és én szerintem minden mérkőzésen tudta azt hozni, ami akkor kellett a válogatottnak. Ő nincs a listán, de hova juthat, mert azért egy elég jó klub a Fenerbahçe-ba igazolt. Sigér effektus teljesen. Tehát ő sem egy született ős tehetség, ezt ki kell mondani. Egy végtelenül alázatos, hát az édesapja által azért hordozza a génjeibe, mert szintén
Hát ellene volt szerencsém játszani, szóval nem volt könnyű. Ott többet voltunk a levegőben, aki arra járt, mint a földön. Gyakorlatilag a Pisszáncsó az már most képzettebb jó futballista, de túlszárnyalta a papát. Hát nem is véletlenül, úgyhogy ő megint csak egy európai topklubba került, úgyhogy szépen alakul azért az elkövetkező 10 évnek az a listája, amiből majd lehet szemezgetni, és ezáltal nyilvánvaló, hogy a magyar válogatott is egyre merészebb terveket szövegethet, és reményeim szerint realizálja is ezeket, tehát stabilan kijutunk EB, VB, most ugye VB-selejtezők jönnek, óriási dolog lenne az is, de most van egy olyan gerinc, mert ez a Rossi által összerakott csapat azért még elég fiatal, jó összeállítású, mind korban, mind mindenben, úgyhogy, és még fene tudja, kik jönnek majd akár a Gerazoli csapatából, vagy még fiatalabbak, úgyhogy legyünk bizakodóak, ma már a magyar futball olyan infrastruktúra, olyan körülmények veszik körbe, hogy már néha nyugaton is ámulva nézik, tehát ilyen szempontból is versenyképesek vagyunk, úgyhogy egy fölemelkedés elkezdődött, reméljük ez egyenes ívű, és ezek a játékosok ebben kult szerepet. És ha nagyon kutakodnánk, biztos találnánk még egy-két ilyen hirtelen feltűnt fiatal fiút, mert a Szalai is gyakorlatilag talán egy-másfél éve még a mezőkövetben futballozott, ott sem mindig, és lám-lám ennyi idő alatt hihetetlen, hogy milyen ívű pályát futott be. Zoli, közben lassan le kell zárnunk az adást is. Én úgy kerekíteném le, hogy 2020 egy nagyon vegyes érzelmekkel teli, de leginkább kemény év volt, ahol a bizonytalanság jellemezte a sportot is, folyamatosan tűntek el események a naptárból, és maguk a bajnokságok is bizonytalanná váltak. De ugyanakkor azt is lehet látni, hogy bizonyos csapatok, egyébként egyéni sportágakban is lehet látni, hogy jól használják ki ezeket a lehetőségeket, és mégiscsak toppon tudnak maradni. 2020-ból nekünk azért mégiscsak van itt valami. Jó nagyot vitatkoztak nyilván, illetve jó nagy gondolkodás volt az újságíróknál, hogy mi legyen a végeredmény. Lehet látni, hogy nagyon szoros kategóriák voltak magyar aranylabdánál, illetve az utánpótlás, illetve a legjobb nem magyar állampolgárságú edzőnél nagyon-nagyon szoros helyzetek voltak, de utána kijött egy eredmény, és itt van velünk 2020-nak egy lenyomata, ez a 6 gyönyörű oklevél, amelyet ugye a 6. oklevél Gerazoli, az évtized labdarúgója oklevele fejel meg. Azért ez így mégiscsak szép. Mégiscsak szép, mégiscsak kerek, és nagyon szépen köszönjük Gyurinak is, hogy itt volt velünk. Én biztos, hogy kérek, de szerintem még más is fog kérni tőlünk. Ezekkel a képekkel szeretnénk búcsúzni a kedves nézőktől, kérnénk majd egy autogramot tőle. Nagyon szépen köszönjük az NB1.hu nézőinek, a Sport365.hu nézőinek, hogy itt voltak velük. Megvannak az eredmények, a 23. Magyar Aranylabda díj 5 kategóriája és a külön kategória is megvan. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és jövőre találkozunk. Remélem a 2021-ben már a gólokat nem csak a tévéképernyőjével, hanem a helyszínen is fogjuk látni, mert a gól azért mégiscsak a helyszínen a legjobb. Köszönjük szépen mindenkinek, és Gyuri, neked pedig nagyon sok sikert 2021-re is, a csapatodnak is. Fater meg üzeni, hogy majd hívd föl, jó? Mert ki fogsz kapni, sziasztok!